csodálatos tűzszerszám Az országúton délcegen lépkedett egy katona. Egy, kettő, egy, kettő. A hátán bornyú, kard az oldalán, mert háborúból igyekezett hazafelé. Ahogy ment, ment, egyszer csak egy vénboszorkányjal találkozott az úton. Fertelmes banya volt. Alsó ajka olyan mélyen lelógott, hogy a mellét verte. Adjon Isten, vitéz uram! köszönt rá a boszorkány. – Milyen szép kardod van, s milyen pompás bornyúd! Látszik rajtad, hogy derék katona vagy. Most már csak pénzed legyen, amennyit akarsz. – Köszönöm a jó kívánságodat, öreg Látod azt a nagy fát? – kérdezte a boszorkány, s egy közeli fára mutatott. – Annak a fának odvas a belseje. Mász föl a csúcsára, ott egy üreget találsz, azon leereszkedhetsz a faodvába. A derekadra majd kötelet csavarok, hogy fölhúzhassalak, ha kiáltasz. Tehát mit csináljak én a faodvában? kérdezte a katona. Szerez pénzt magadnak, mondta a boszorkány. Tudd meg, ha leérsz az odú mélyére, egy tágas folyosóra jutsz. Nappali világosság van a folyosón, mert száz meg száz lámpás ég oda Három ajtóra találsz. Kinyithatod akármelyiket, mert a zárban a kulcs. Ha belépsz az elsőn, egy nagy ládát találsz a szoba közepén. A ládán egy kutya ül, akkor a szeme van, mint egy tejás fincsa. De te meg ne egy tőle. Odaadom neked a kék kockás kötényemet, azt terítsd le a padlóra, aztán kapd fel a kutyát, és ültesd a kötényemre. Nyisd ki a ládát, és markolj ki belőle annyi részpénzt, amennyi csak kell. Ha inkább ezüst pénzt akarsz, nyisd ki a második ajtót. Az ezüstöt is egy kutya őrzi, de ennek akkora a szeme, mint egy malomkerék. Ettől se ijedj meg, vissza ne fordulj. Ültes csak a kötényemre, és végy az ezüst pénzből, amennyit csak elbírsz. Ha aranypénzt kívánsz, vehetsz azt is, csak nyisd be a harmadik szobába. Az aranyat őrző kutyának akkora szeme van, mint a koppenhágai kerektorony. Ez aztán már kutya a javából, elhiheted. De még ettől se kell megijedned. Csak kapt föl, ültesd a kötényemre, s végy a ládából annyi aranypénzt, amennyit haza tudsz cipelni. Ez nem is volna rossz, örült meg a katona. Még csak azt mondd meg, hogy te milyen fizetséget kérsz, öreg anyám. Mert bizonyos, hogy azért adtad nekem ezt a tanácsot, mivel magad is hasznot akarsz látni belőle. De hogy akarok, felelte a boszorkány. Nekem nem kell egy árva részpénz se. Legfőjebb az az ócska tűzszerszám, szám, amit a nagyanyám felejtett ott, amikor utoljára ereszkedett le a faodvába. Azt a tűzszerszámot számot hozt föl nekem. – No, akkor csavarda a derekamra azt a kötelet! – veselkedett neki a katona. – Gyere, itt a kötél! – mondta a boszorkány. – És fogd a kék kockás kötényemet! Fölmászott a katona a facsúcsára, leereszkedett az odvába, és egy tágas folyosón találta magát. Száz meg száz lámpás világította meg azt a folyosót, ahogy a boszorkány mondta. Megfordította a kulcsot az első ajtóban, és benyitott. Hú! Ott ült a láda tetején a kutya, a tejás fincsa szemű, s rábámult a katonára. Deli legény vagy, dicsérte meg a katona. Azzal fölkapta, ráültette a boszorkány kötényére, s degeszre tömte a zsebét részpénzzel. Aztán becsukta a ládát, visszaültette rá a kutyát, s benyitotta a második szobába. Úgy volt, hogy a boszorkány megmondta. Ott ült a kutya, a malom kerék szemű, s rábámészkodott a katonára. – Mit bámulsz rám, mint borjú az új kapura? – szólt rám érgesen a katona. – Még kiesik a szemed! – kapta, ráültette a boszorkány kötényére. De amikor a ládában meglátta a tömérdek ezüst pénzt, elszórta a részpénzt, és ezüsttel tömte meg minden zsebét, még a bornyúját is. – aztán belépett a harmadik szobába. Hát, az aztán rettenetes volt. Az aranyat őrző kutyának csak ugyan akkora volt egy-egy szeme, mint a kerek torony. Úgy forogtak a fejében, mint a kerekek. Jó estét! köszönt neki a katona. Még szalutált is, mert ilyen kutyát nem minden nap láthatott. Nézte egy darabig, aztán úgy gondolta, eleget nézte, fölkapta a kutyát, ráültette a kék kockás kötényre, és kinyitotta a ládát. Uramisten, mennyi tömérdek arany volt abban! Megvehette volna rajta Kopenhága városát. A kalácsütő asszonyok minden marcipán malacát, a világ valamennyi ólom katonáját, kisostorát meg hintalovát. Ez volt még csak az igazi pénz. Nekiállt a katona, most meg az ezüst pénzt hányta el a zsebeiből meg a bornyújából, s aranyat tömött a helyébe. A sapkáját is telemerte aranyjal, még a csizma szárát is, hogy alig bírta. Volt már pénze, amennyiről nem is álmodhatott soha. A kerek torony szemű kutyát visszaültette a ládára, becsapta maga mögött az ajtót, s fölkiáltotta a fa odvából a boszorkánynak. – Na, fölhúzhatsz, öreg anyám! hozod-e a tűzszer számot? – kérdezte a boszorkány. – ám! – kapott észbe a katona. – Arról bizony megfeledkeztem. Visszafordult hát, és megkereste. A boszorkány fölhúzta a fa odvából, s a katona újra ott állt az országúton. Csak hogy most már aranyjal volt tele a zsebe, a bornyúja, a sapkája, még a csizmája szára is. – aztán minek neked az a tűzszerszám? kérdezte a boszorkánytól. Semmi között hozzá, nyelvelt a boszorkány. Érd be a pénzeddel, ide azzal a tűzszerszámmal. Nem addig van az, mondta a katona. Mondd meg minek, mert ha nem mondod, úgy itt hagylak, hogy sose látsz többet. Bizony nem mondom meg, kiáltotta a boszorkány, és ki akarta kapni a tűzszerszámot a katona kezéből na de jóval húzott újat. A katona megbérgesedett, földhöz vágta a boszorkányt, s mire az nagy nehezen föltápászkodott, már messze járt. Minden aranyát belekötötte a boszorkány kötényébe, a vállára dobta, a tűzszerszámot meg a zsebébe rejtette, s ment tovább öles léptekkel. Addig ment, míg egy nagy városban nem ért. Itt a legszebb fogadóba tért be, kinyittatta magának a legpompásabb szobát, a legjobb ételeket rendelte, tehette, hiszen tenger sok pénze volt. Az inas, aki a csizmáját tisztította, sehogy sem értette, hogy lehet ennek a gazdag úrnak ilyen vedlet csizmája. De másnap aztán vett a katona olyan csizmát, hogy az hét nyelven beszélt. Ruhákat is rendelt, finom ruhákat, s most már igazán úgy festett, mint egy előkelő gazdag úr. A városbéliek eldicsekedtek neki, hogy milyen szép az ő városuk, milyen hatalmas a királyuk, és milyen szépséges, szép lánya van. Aztán hol lehet látni azt a király kisasszonyt? kérdezte a katona. Nem lehet azt látni? mondták az emberek. Hatalmas részpalotában lakik, kőfalak meg őrtornyok veszik körül senki nem teheti be oda a lábát, csak a király. Mert megjósolták, hogy a király kisasszonyt egy közönséges katona veszi feleségül, s ebbe a király nem törődhet bele. Azért őrzi így a lányát. Én bizony szeretném látni, mondta magában a katona, de hát ami tilos, az neki is tilos. Vígan élte világát a városban, színházba járt, a király kertjében kocsikázott, sok pénzt osztogatott szét a szegényeknek, s ez igazán szép cselekedet volt. Tudta ám a katona még szegény korából, milyen keserves dolog, ha egy árva részgarasa sincs az embernek. Gazdag lett hát, szép ruhákban járt, és sok barátja volt, akik mind azt mondogatták róla, hogy igazi nemes úr. Örült ennek nagyon a katona. Csak hogy minden pénz elfogy egyszer, ha nem gyarapítják. Egy reggel arra ébredt a katona, hogy két árva részpénz csörög a zsebében. Ki kellett költöznie szép szobájából, egy nyomorúságos kis szobában meghúzódnia. Maga tisztogatta a csizmáját, maga foldozgatta, amikor elszakadt, s a sok barátja közül egy se látogatta meg, mert igen sok lépcsőt kellett volna megmásznia. Egy este még a gyertyája is elfogyott, és korom sötétben üldögélt. Egyszer csak eszébe jutott a tűzszerszám, amit az odvas fából hozott fel. Úgy emlékezett, hogy abban van még egy kis gyertya vég. Elővette a tűzszerszámot, tüzet csiholt vele, hát alig pattant ki a kovából az első szikra, kitárult az ajtó, s előtte termett a részpénzt őrző kutya, a tejás fincsa szemű. Megállt a katona előtt, és azt kérdezte. – Mit parancsol édes gazdám? – Hát ez mi? – ámult el a katona. – Ugyancsak derék tűzszer szám ez, ha minden kívánságomat teljesíti. – Szerez nekem egy kis pénzt! – parancsolta a kutyának. A kutya elloholt, s egy szempillantás múlva már vissza is tért. Teli erszény pénzt hozott a szájában. Most tudta meg a katona, mit ér az az ócska szám. Ha egyszer ütött a kovára, mellette termett a részpénzt őrző kutya, a tejás fincsa szemű. Ha kétszer, az ezüstpénz őrizője, a malomkerék szemű kutya jelent meg előtte. Ha meg háromszor vert rá a kovára, az aranyat őrző kutya, a kerektorony szemű termett elő, s hozta a pénzt számlálatlan. A katona megint beköltözött a fogadóbeli pompás szobába. Megint szép ruhákban járt, a barátai így megint rá ráismertek, és csupa jót mondtak róla. Egy napon azt mondta magában. Mégis csak különös, hogy azt a király kisasszonyt senkinek sem szabad látnia. Azt beszélik, hogy csodálatosan szép teremtés. De hát mi haszna, ha nem léphet ki abból a tornyos nagy részpalotából? Talán soha életemben nem láthatom. Hol is az a tűzszerszám? Ráütött a kovára, s egy szempillantás múlva előtte termett a kutya, a tejás fincsa szemű. Igaz, hogy már éjfélre jár, mondta neki a katona, de én nagyon szeretném látni a király kisasszonyt, ha csak egy pillanatra is. A kutya nyomban kiloholt az ajtón, s mielőtt még a katona becsukhatta volna utána, már vissza is tért. A hátán hozta az alvó király kisasszonyt, aki olyan szépséges volt, hogy aki ránézett, Rögtön kitalálhatta, hogy igazi király kisasszony. A katona nem is tudta megállni, hogy meg ne csókolja, mert ő meg igazi katona volt. A tejás szemű kutya visszaíramodott a király kisasszonyjal a részpalotába, s másnap reggel, amikor a király meg a királyné reggeli tejáját itta, a király kisasszony elmondta nekik, hogy csodálatos álma volt. Azt álmodta, hogy egy kutya a hátára kapta, elvitte egy katonához, s a katona megcsókolta. – No, az kellene még csak! – rémüldözött a királyné. A következő éjszaka egy öreg udvarhölgy virrasztotta a király ágya mellett, hogy meglássa, igazán álmot látott-e a királylány, vagy valami egyéb történt vele. A katona erősen vágyott rá, hogy a király viszont láthassa. Éjfélkor magához parancsolta a kutyát. S az eliramodott a részpalotába, és hátára kapta a király kisasszonyt. Hanem a vén udvarhölgy hét mérföldes csizmát húzott, a kutya után sietett, utol is érte, s látta, hogy beszalad egy nagy házba. Krétát vett elő a zsebéből, és egy nagy keresztet rajzolt a ház kapujára. Aztán hazament, és nyugodtan lefeküdt. De amikor a kutya visszaindult a király kisasszonyjal a részpalotába, meglátta a keresztet a fogadó kapuján. Ő is vett egy krétát, s a város valamennyi kapujára ugyanolyan keresztet rajzolt. Ezt nagyon okosan cselekedte, mert így az udvarhölgy nem akadhatott rá a fogadóra, amelynek kapuját maga jelölte meg keresztel. Kora reggel elindult a király, a királyné, az udvarhölgy meg a főrangú lovagok, hogy megkeressék a házat, ahova a kutya elvitte a király kisasszonyt. Ez az! – kiáltotta a király, amikor az első kapun megpillantotta a krétával írt keresztet. – Nem az felséges férjem, hanem ez! – mondta a királyné, és egy másik kapura mutatott. – De hiszen minden kapun kereszt van, mondták a főrangú lovagok, mert ahova csak néztek, mindenütt keresztek fehér lettek a kapukon. Belátták, hogy hiába keresik a házat, amit az udvarhölgy megjelölt. A királyné nagyon okos asszony volt. Máshoz is értett, nem csak a hintóban ringatózáshoz. Elővette nagy aranyollóját, szétszabdalt egy nagy darab sejmet, és egy szép kis tarsolyt vart belőle. A tarsolyt színültig megtöltötte kölessel. Hátára kötötte édes leányának, aztán egy kicsi lyukat vágott a tarsojon úgy, hogy a köles kiszóródjanak belőle, és megmutassák a király útját. Amikor éjfélt ütött az óra, megint ott termett a részpalotában a kutya. Hátára kapta a király asszonyt és vitte a katonához, aki nagyon megszerette a szépséges szép leányt. Most már csak az volt a vágya, hogy fejedelem lehessen, és feleségül kérhesse. A kutya nem vette észre, hogy a köles elárulja az utat a katona ablakáig, ahol beugrott a király kisasszonynal. A király meg a királyné reggel könnyen megtalálhatta a házat, ahol a katona lakott. Elfogták hát a katonát, és börtönbe vetették. Ott sínylődött hát a szegény a börtönben. Hú, micsoda sötét komorhely volt az! Egyszer csak beléptek az őrök, és azt mondták. – Holnap felkötnek. Elbúsult a katona, és akkor kapott észbe, hogy a tűzszer számát a fogadóban felejtette. Kora reggel kinézett a vasrostélyos kis ablakán, s látta, hogy tódul a nép város piacára, hogy megnézze az ő akasztását. Elfutott a börtön előtt egy bőrkötényes, fapapucsos suszteriras is. Úgy vágtatott, hogy az egyik fapapucsa leröpült a lábáról, és oda esett egyenesen a rostélyos ablak elé. – Hé, te kiáltott ki neki a katona. – Ne siess, hallod-e? Úgy se kezdik, amíg én ott nem leszek. Szaladj el inkább a fogadóba, ahol laktam, s hozd el a tűzszer számomat. Négy ezüst pénz üti a markodat. De egyik lábad itt, a másik ott legyen. Nagy pénz volt a suszterinasnak a négy ezüst. Elszaladt hát a tűzszer számért s vitte a katonának. Hogy aztán mi történt? Elmondom szép sorjában. A város végén nagy akasztófát ácsoltak. Már ott álltak körülötte a katonák, meg tengernyi nép. Ott ült pompás trónusán a király, meg a királyné is, szemben a bírák tanácsával. A katonák már a nyakába vetették a kötelet, de akkor így kiáltott föl a királyhoz, minden szegény bűnösnek teljesítik az utolsó kívánságát. Én csak annyit kérek, hogy még egy pipa dohányt elszívhassak. Úgysem szívok több pipát ezen a világon. A király nem is tagadta meg tőle, és a katona elővette a tűzszer számát. Ráütött a kovára egyszer, kétszer, háromszor. Abban a szempillantásban előtte termet mind a három kutya. A tejás fincsa szemű, a malomkerék szemű, meg a kerek torony szemű. Föl akarnak kötni, segítsetek rajtam, kiáltott nekik a katona. és azoknak több se kellett, de kiugrottak a bírák tanácsának. Az egyiknek a lábikráját harapták meg, a másiknak az orrába kaptak, s olyan magasra haigálták őket, hogy amikor visszaestek a földre, kékre-zöldre ütötték magukat. – Én a felséges király vagyok! – kiáltotta a király. De a kutya megragadta őt is, meg a felséges feleségét is, és a többiek után hajította. Megrévültek a katonák, a sokaság megbojdult, így kiáltottak. – derékvitéz vitéz, légy te a királyunk! – s vett feleségül a szépséges király kisasszonyt. Beültették a katonát a királyi hintóba, és elindultak a részpalotába. A három kutya éjjent kiáltott, és körültáncolta a hintót. A suhancok fütyültek, a katonák tisztelektek a fegyverükkel. A király kisasszony otthagyta a részpalotát, és királyné lett. Nyolc állónapig tartott a lakodalom. A kutyák is ott ültek a vendégek között, és még nagyobbra mereztették a szemüket.